A méz itthoni népszerűsítésének köszönhetően 7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás Magyarországon, derült ki az Agrárminisztérium beszámolójából. Az egyfőre jutó éves mézfogyasztása 2010-ben jegyzett mintegy 30 dekagramról, csak nem 80 dekagramra emelkedett. Az ágazati szereplők szerint ez egy szép ugrás, még annak fényében is, hogy Nyugat-Európában ennél jóval több mézet esznek. Köszöntöm a stúdióban Hók Józsefet, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan értékeljük tehát ezt az emelkedést, ami abszolút értékben véve azért még mindig nem túl sok egy évben 80 deka méz? Nem mondhatnánk, hogy egy kicsit látszik a munkájunknak a gyümölcse, akár itt a mézes reggelék programok, vagy különböző rendezvényeken a mézkóstolásának a lehetősége, vagy az embereknek a tudatosabb életmódja, ami által azért eljutunk arra a szintre, hogy igenis a méznek megvan a jótékony hatása, akár a gyógyítás, akár a szépségiparra is csak visszatérve, és különböző gyógyszerek helyett hamarabb most már elővesszük a mézet, és nincs szükségünk annyi gyógyszerre esetleg, hogy könnyebben meggyógyulunk belőle. Ki mindenkinek a munkája van ebben a marketing tevékenységben benne? Egyrészt gondolom az egyesületek, másrészt akár a minisztérium is? Hát itt a Országos Magyar Méz Egyesület, az Agrárminisztérium, végül is és maga a méhészek, maga esetleg a kistermelői értékesítőknek a munkája, de akik nem is kistermelői értékesítők, hanem csak részt vettek bármilyen rendezvényen, felkérések hatására, hogy itt egy kicsit a mézkóstolásokkal próbáljuk meg közelebb hozni az embereket a mézfogyasztáshoz, hogy a méhek életének bemutatásával próbáljuk egy kicsit közelebb hozni, mert nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy mi is a méz, azt megpróbáljuk tudatosítani az emberekbe, hogy nem a méhész csinálja, hanem a méhész munkája, a mézkészítés, és az, hogy a méhész nem fog ebbe beavatkozni, és csak jó minőségű mézet fogyaszthatnak, ez pozitív oldalról növelte a mézfogyasztást, vagyis segített abba, hogy növekedjen a hazánkba a hegyfőre jutó mézfogyasztás. Mekkora erőfeszítés ez a méhészek részéről, ez a fajta tudatformálás? Hát nem szabad, hogy előfeszítés legyen, én inkább ezt mondanám, mert csak a saját termékének az eladásáról kell, hogy beszéljen, és olyan tevékenységet végez valójában a méhészkedéssel is, amit nem lehet kimból csinálni. Azt csak örömmel lehet végezni, és maga általa elősegített, megtermelt méznek az értékesítéséhez pedig, hát amiért dolgozott, azt tudatosan meg örömmel kell, hogy reklámozza, vagy fogyasztásra biztassa a fogyasztókat. Mennyire fogékonyak erre az emberek? Honnan indultak? Mennyire kell értékelni ezt a fajta eredményt? Akár abból is kiindulva, hogy a legtöbb ember fél a méhektől, és keverik a méheket a darazsakkal, tehát igazából van egyfajta ellenállás, mert hogy a méhcsípést azért mindenki szeretné elkerülni. Innen eljutva, hogy örömmel fogyasszuk a mézet, ez lehet, hogy egy kicsit nagy út. Talán nagy segítségünkre volt akkor, nem tudom, hogy mondhatom ilyen reklámként, vagy múzeumfalóban rendezett ilyen nyilvános bergetésünk, ahol akár üvegkaptorban a méhekkel megismerkedhettek, és akkor az általunk beszállított mézes kereteket akár a felnőttek, gyerekek pergethették, és ott látták a méz útját valójában akkor a méhektől, akár az üvegig, amik kiszerelésre került, ott, amit ők lepergettek, és láthatták, hogy kerül ki egy keretből, egy sejtből a méz, a pergetéssel kóstolhatták közvetlenül, meglepődtek a méznek az, hogy ilyen a méz, most akkor nem tudom máshogy mondani, ez nagyon sokat elhangzott, hogy hát amit ők máshol megvásárolnak, hát teljesen más jellegű, és hát ez finom, meg ez teljesen más, és végülis maga ez a méhésznek is, de akkor a fogyasztónak is örömet okozott, hogy igenis tud olyan mézet fogyasztani, ami neki is örömet okoz. Érzékelik azt a mindennapjaikban, hogy egyre könnyebb meggyőzni az embereket arról, hogy azt a mézet fogyasszák, amit a kistermelő csinál? Nem foglalkozok kistermelő értékesítéssel, ezt igazából azok tudnák, de azért a kollégáktól nagyon sok visszajelzés van, hogy aki már vásárolt tőle, és megismert, és jó mézet értékesített a fogyasztónak, azok keresik, és visszatérnek hozzá, és ragaszkodnak a eladóhoz, ragaszkodnak ahhoz a mézhez, ami nagy segítség számunkra. Nem csak a vásárlókért küzdenek, hanem az ellen is küzdenek, hogy hamis mézeket és olyan mézkészítményeket rakjanak ki a polcra és vásároljanak meg az emberek, amik az előbb is mondta, ami nem az a méz.
nagyon nehéz dolgunk van végül is, de nem is mondhatnánk, hogy nem is hazánkról van is szó. Magyarországról a megtermelt méz, mondhatjuk, hogy 75-8% a más nyugat-európai országokba kerül. Ami nagyon nagy szám még mindig, és ezért lenne célszerű hazánkban a mézfogyasztást növelni. Kint viszont más országokban a kínai mézzel ezek begyitve kerülhetnek a polcokra. Mondhatnám úgy is, hogy a magyar méz minőségével javítva ezt a kínai méznek nevezett édesítőszert, akkor lehet így mondom a legszebben, hogy nem mézet, hanem édesítőszert. Ezek a mézkeverékek okozzák nekünk a legnagyobb gondot, és ezáltal az előállítás jár, mert még a méhész végül is tényleg hordja a méhelyét, méleg előre, pergetés, egyebek. Kínában ezt más vegyi utakon állítják elő ezeket a mézeket, aminek méznek nevezett édesítőszer, amivel nehéz versenyezni, és így ez a mézkeverékek nagyon nagy problémát okoznak, mert az előállítási költsége sokkal olcsóbb, mint egy természetes méznek. Ez inkább a külföldi piacokon okoz a magyar méhészeknek gondot, vagy pedig a magyar üzletekben is azért a magyar vásárló belebotolhat ilyen termékekbe? Tavalyi, vagy az idén tavaszi mézvizsgálatok alapján magyar polcokon nem találtak a vizsgálatok ilyen mézet, ahol kínai mézkeverékkel lennének a termelői mézek, úgyhogy ez hazánkra most nem okozhat problémát, de más, ahogy beszéltük, hogy európai országokban viszont folyamatosan a problémát okozza. Mit tudnak ez ellen tenni, hiszen ez a magyar mézre is egy picit rossz fényt vethet? Hát ezzel nem volt a tavalyi Erdős Norbert féle program, hogy igenis az legyen ráérve, hogy nem EU-n belül és EU-n kívüli mézek keveréke, hanem legyen ténylegesen megnevezve, hogy Magyarországról, Kínából, vagy még mézek keverékéből állított méz, ami által már kiszűrhető lenne, hogy mennyire hamisít, vagy milyen mértékben van benne esetleg hamisított méz, vagy csak tényleg természetes mézet tartalmaz. Van-e lehetőségük folyamatosan ellenőrizni a kinti termékeket, amik kikerülnek a polcokra? Folyamatosan történnek ilyen vizsgálatok, akár hazánk, vagy hát is javarészt inkább hazánkba, de külföldi polcokról is bekerülnek a minták, és labor eredmények alapján azért kiderülnek az, hogy mennyi a hamisított, most akkor mondjuk így, hogy a mézkeverékek és a természetes mézeknek az aránya. Minőségről beszélgettünk. Milyen az idei év termése? Mennyiségben és minőségben? Hát nehéz év van. Most már mondhatjuk, hogy mögöttünk. Ha csak a tavaszra gondolunk, egy robbanásszerű tavaszunk volt áprilisban nyárral. Május közepén virágzó vakát, most április 30-án elkezdett virágzani. Mély családjaink igazából nem voltak felkészülve rá. Az akác alatt azért szelesebb időjárás volt, de ahhoz képest akkor mondhatnánk, hogy egy jó közepes évet zártunk akácméz termeléséből. Utána való időszak itt a napraforgó, a következő nagy mézünk akkor itt a Szabolcs-megyében, akkor inkább úgy mondanám, hogy a napraforgó, mert itt a hás vagy egyéb, amire vándorolni lehetne, azért a térségünkben nincs, méhészek nem tudják felvállalni ezt a költséget. Napraforgó nagy mennyiségben volt ültetve, viszont előtte vannak területek, ahol akár 30-40 napig csapadékmentes időszak volt, nektárképződéssel voltak, ahol nagy problémák voltak, és hát sajnos bejött ez a mély pusztulásos dolog, ahol a mély családjaink igen megtizedelődtek. Van, aki egyáltalán mondhatnánk, hogy napraforgó vagy vegyes virágmézet egyáltalán nem pergetett. Akik pergettek, azok is azért a tavalyi évnek mondhatnánk, hogy a felét egy közepes eredményről beszélhetünk. Hók József, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen.